A mellettem lévő parcellán jól látható a csapadék hiány, hisz a kultúrnövénynek a levelei is sárgák. Ez nem csoda, hisz Magyar Kanizsa községben az elmúlt 3 hónap alatt jó, ha 30 mm esőt mértek. Az időjárás előrejelzés szerint csapadékra a következő napokban szerda este és csütörtök délelőtt lehet számolni. Egyre több a határban az ilyen földterület, sok esetben nehéz megkülönböztetni a csapadékhiánytól különféle gombák megjelenésétől, viszont ahhoz, hogy ezek a betegségek megjelenjenek, szükség volna párára, esőre, ami az elmúlt hetekben nem volt. A buzák, a zárpa, az ab, az silarmos állapotban van, gondolom, mint bárkinek, mert hogy nincs eső. Már tavaly is csapadékhiány volt, és a 2022-es év is hasonlóképpen indult. A föld kiszáradásában pedig nagy szerepet játszik a szél is. A felsőhegyi Szűgyi Roland azon kevés termelők közé tartozik, akiknek földje a csatorna közelében található, így lehetősége van a locsolásra. A napokban kezdte el az öntözést, de bízik abban, hogy a hét második felére megérkezik a nagyobb mennyiségű eső. Mivel elkezdtük az öntözést egy 5 napja, az első parcella, ami legjobban kezdett sárgulni, már teljes 100%-ba zöld levelekkel változott, tehát egyértelműen csapadékhiányról beszélünk. A termelők elmondása szerint, ha az elkövetkező napokban nem lesz kiadós csapadék, akkor nem csak a kalászosok növekedése és a terméshozamuk kerül bajba, hanem a még vetésre váró gabonák kelése is ellehetetlenül.